gyereket, drága testvérem, a bútor. Az igenis azt mondja, ketten-hárman összeülünk, egy akaratban vagyunk, egy a szív, már meg. Halleluja. Drága testvérem, az Úrban szeretnék nektek egy-két igét adni. Még elbírjátok, még mellett engedtenénk. Efézus 4:2. Teljes alázatossággal, szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Ellen kell munkálkodni, mindjárt mondani. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékével. Mert egy szellemben tudunk imádkozni, akkor valóban már megkaptunk. Ezt mondja Isten. Egy a test, egy a szellem, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást. Amen. Hogy egy úton kell, hogy járjunk. Amen. Tudtok rá mondani? Amen. Amen. Köszönöm. És a János evangéliuma 4. fejezet 23-as igét szeretném felolvasni nektek. De eljön az óra, és hát most vagyok, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres, ő imádó. Amen. Elértünk egyébként össze, és drága testvérem fogja a dicsőítést kezdeni. Még a kitartás benne van a ti, aztán majd mikor szünet lesz, akkor imádkozunk mindenkinek, amit az Úr a szívére fog helyezni. Yeah.
Te vagy az Isten, aki nevére lehozom én.
Egyek vagyunk, Uram. És nem mondja a kéz a lábnak, hogy nem kell,
Nem mondja a nyelv a fejnek, hogy nincs rá szüksége. Hanem atyám, hogy az igében van, tartsuk egymást különnek. És szeretettel szolgáljunk mások felé, Uram Istenem. Hogy atyám, amiért jöttünk erre a földbolygóra, te küldtél, Uram. Hogy az maradéktalanul beteljesedjen, Uram. A te akaratod, Uram. Ne a miénk, atyám. Uram, azért imádkozok, a Szent Szellem vezetése legyen mindnyájunkon, Uram. Tisztítsd meg a mi szellemi füleinket, atyám. Hogy halljuk a te hangodat, Uram, hogy az igében is azt írod, hogy az én jóaim hallják az én hangomat, Uram. És atyám, akkor a te akaratodban vagyunk, Uram. És egy akarattal, egy hittel azt mondtad, ha imádkozunk, Uram, és egy szellemben vagyunk, már megkaptuk. Uram, így imádkozunk most egy hittel, egy szellemben, Uram, hogy átalakulás lesz Magyarországon, atyám, mert ezt te akarod, Uram, és a te akaratodban vagyunk, Uram, és a te akaratodban vagyunk, a Márk 16:20 azt írja, hogy én az igével együtt munkálkodom. Köszönjük, mennyei atyám, hogy te irányítasz bennünket, Uram, és ez a dicsőítés is a te akaratod, Uram, és ebben is az egységet munkáljuk, Uram Istenem, hogy össze tudjunk jönni, atyám, és akinek még valami van a szívébe, Uram Istenem, hogy a te Szent Szellemednek a szeretete érintse meg, Uram, hogy az ki tudjon jönni, és meg tudjon bocsájtani, Uram, hogy valóban, amit te előre eltervezték, az igéd azt írja, a földlevetés előtt, ti már mindjárt készen álltatok, és jöttetek a mennyei atyámmal, Uram, hogy ezt be is teljesítsük, amiért elküldtél bennünket, Uram. Atyám, a te Szent Szellemed mutassa meg az ajándékokat, Uram, hogy tudjuk egymás felé szolgálni, Uram. És tálítsál mindnyájunkat a szolgálatba, Uram, hogy Pál apostol mondta, hogy engemet az Úr kentből, hogy mindnyáján olyanok legyünk, hogy a mennyei Atya kenjen föl bennünket arra a szolgálatra, Uram, mert az igéd is azt mondja, embereknek tetszenék, Jézus szolgálni nem lehetnék. Uram, köszönöm, hogy te meghallgatod az imáinkat, Uram, és köszönöm, hogy te cselekvő Atya vagy, Uram, és kérlek, Uram Istenem, akik még úton vannak, és a dicsőítő csapat is többen még kell, hogy jöjjenek, Uram, hogy ide is érkezzenek, balesetmentessen, Uram. Kérünk, atyám, te küldjék önői őrzővédő angyalokat, Uram, hogy maradéktalanul itt legyenek, balesetmentessen, rendőrmentessen, a te dicsőségedre, Uram, és a te Szent Szellemet vezesse, Uram. Őket is, atyám. Köszönöm, hogy meghallgattad az imánkat. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Drága mennyi édesatyánk, a te például Jézus nevében én is hálát adok azért, hogy itt lehetünk Veres Egyházán, és egy akaraton dicsérhetünk téged, Uram. És kedves Szent Szellem, én most meghívlak téged erre a helyre. Jöjj és töltsd be a mi szíveinket. Járj így szívtől szívig, Uram. És mindenkinek adj rémát, kijelentést, Uram. Ahogy kell, Istenem. Ahogy te akarod, úgy add, Istenem. És hozd meg velünk a te ajándékaidat, Uram. Add, hogy ki tudjuk bontani azokat a szellemi ajándékokat, amikkel megakadsz minket áldani, hogy legyen kész a szívünk, legyen kész a szellemünk, meghallani, hogy mit mondasz ma nekünk a dicséreten keresztül is, Uram. Be akarunk menni a te jelenlétedbe, és arra vágyunk, Uram, hogy szeretessünk téged, és átölelhessünk téged, Uram. Nem vágyunk másra, Istenem, csak a te szellemedben akarunk járni, és valóban meg akarjuk ismerni a szívedet, drága édesapád. Meg akarunk ismerni téged úgy, ahogy te meg akarsz ismertetni magaddal. Köszönjük neked ezt, Istenem. És Uram, én most imádkozom a jegyesekért, imádkozom Gégényi Dávidért és Abigélért, Uram. Hálát adunk az ő jegyességükért, Uram. És kérünk téged, atyád, Jézus nevében tartsd meg őket egészen a házasság szent kötelékig, és utána a hármas kötél nem fog elszakadni. Így áldjuk meg őket az Úr Jézus nevében. A Szent Szellem ereje munkálkodjon a ti szívetekben, és töltse be a ti szíveteket, és adjon nektek sok-sok áldást, gyermekáldástól elkezdve, minden áldást adjon.
meg nektek az Úr, amit elkészített nektek, mert tudjuk, hogy Te jó vagy Istenem, és meg akarod áldani a tiédet. Tudom, Uram, hogy milyen nehéz, amikor az ember jegyességben van, mert már ott van az az asszony, akit adtál nekik, Uram. De tudjuk azt, Istenem, hogy Te kegyelmes vagy, és meg tudod tartani az embereket. Köszönjük ezt neked, Uram! Jézus nevében burkold be őket a Te természet fölötti védelmeddel és szeretetteddel, Uram! Jézus nevében, és imádkozom a házasságokért, Uram, akik már házasok vagyunk, add meg, Uram, hogy még jobban tudjuk szeretni a feleségeinket. Kérünk téged, Atyám, Jézus nevében add meg azt, hogy tudjuk úgy szeretni, ápolgatni, ahogy Te szeretsz minket, és ahogy Te ápolgatsz minket, Uram. Köszönjük ezt neked, Istenem, és Uram, add meg, hogy a tértőtt házasságok egybe terkesztődjenek újra, és újra felfedezik egymásban a házastársuk önmagukat, Uram, és téged, Istenem. Kérünk téged, Uram, add meg, hogy Magyarországon ne legyen keresztény válás. Uram, add meg ezt Jézus Krisztus nevében. És imádkozom, Uram, azért, hogy Franciaországban történt ez a terror esemény. És Uram, nagyon nehéz hónapon vagyunk, de tudjuk, Uram, hogy a teljes szeretet kiüti a félelmet. És tudjuk, Uram, hogy az ördög a talpunk alatt van. Mert ezek az idők meg vannak írva, Uram, de nem fél a mi szívünk, mert tudjuk, hogy hová vagyunk menendőre. Tudjuk, Istenem, hogy ez a föld csak egy átmenet, és Te visszajössz, és újra helyreállítod azt, amit az ördög elrontott. Köszönjük ezt neked, Istenem, Jézus nevében, legyen áldott a Te nagy neved. Amen. Amen. Akinek van a szívében imádság, a bátran jöjjön ki, amit az Úr a szívedre helyezett, ne hagyd magadban. Ne vidd el az áldást egy magadban, osszad meg a többiekkel. Hát akarok neked dicsértéd, Istenem, a Te nagy nevedért, hogy megváltottál minket, hogy elküldted Jézust, hogy nem vagyunk tudatlanságban, ami üdvösségünkre nézve, hanem megismertünk téged. Tudjuk, hogy Te vagy, Te létezel, tudjuk, hogy Te mindenek fölött való Isten vagy. Köszönöm, hogy megalkottál minket a saját képedre. Dicsőjünk téged mindent alkotásodért, Istenem. Köszönöm a létet, köszönöm, hogy ember vagyok, hogy emberek vagyunk. Köszönöm, hogy valóban a Te képmásaid vagyunk. Hogy adtál nekünk isteni szellemet, isteni életet. Köszönöm, hogy adtál nekünk új kezdetet, új teremtést. Köszönöm, hogy isteni természet részesei vagyunk. Köszönöm, hogy felépítjük a régi homokat, a pusztaságoknak az alapzatait. Felépítjük, mi és a fiaink, Isten. Köszönöm, hogy tavasztól leszel a földre. Köszönöm, hogy a Te tavaszod hírnöke vagy. Köszönöm a Te szent lelkedet, aki hírnök, aki hírvivő, aki úgy jön el hozzánk, mint az Úr angyala, aki hirdeti Istennek a dicsőségét, és azt a dolgot, amit cselekszel közöttünk, Uram. Köszönöm a fiúságot, köszönöm, hogy nem a szolgaság szellemét adtad nekünk, hanem a fiúságét. Köszönöm, hogy azt mondtad, hogy nem mondod többé titeket szolgáknak, hiszen a szolga nem tudja, hogy az ő ura mit cselekszik, és mi az ő szívének gondolatja, hanem barátaimnak hívlak titeket, mert mindent elmondtam nektek, amit én az Atyától hallottam, és ti elhittétek, és elfogadtátok, hogy én vagyok a Krisztus, az élő Istennek a fia. Köszönöm, Uram, a fiúságot, köszönöm, hogy ez becses kincs, hogy ez értékesebb mindennél. Köszönöm, hogy az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiának a megjelenését. Köszönöm az univerzumot, amit teremtettél. Köszönöm a harmadik eget, köszönöm a második eget. Köszönöm a csillagoséget, ami körülvesz minket. Köszönöm a földet és a vizeket és a föld belsejét. Hálát adok neked és dicsérlek téged minden teremtményedért. Mindenért, ami a mennyben van, mindenért, ami a levegőben röpköd, mindenért, ami a földön megy és jön és mászik, és ami a föld alatt van, és ami a vizekben, és ami a mélységekben.
minden téged dicsőít, magasság, mélység, szélesség, hosszúság, minden teremtett dolog a te dicsőségedre van, és minden hatalmasság neked szolgál, és neked engedelmeskedik. Uram, mindezek eljönnek és lebohulnak előtted. Dicsér téged az ég és a föld, dicsér a reggel és dicsér a teste, dicsér a te törvényed, dicsér a te örök rendel, dicsér a te megváltozhatatlan végzésed, dicsér a te kijelentett szavad, amit kihirdette a földre, dicsérnek a te prófétáid, a régi idők prófétáid, akik megjövendelték a mostani időket, a te dicsőségedet, a Krisztusnak az eljövetelét, a te másik eljövetelédet, a te szeretetről szól, minden a te szeretetedről szól, Istenem. És mi is együtt kiáltjuk az egész teremtett világgal, hogy dicséret neked, Istenünk. Magasságos vagy, aki kibeszéltetett dicsőséggel lakozol, és az emberek fiaival, az alázatossal, megtört szívvel, nyomorultal is együtt lakozol, és mi felemelünk téged, Istenem, és hiszünk benned, Uram, és csak hozzád folyamodunk, Uram, és neked emeljük fel a mi szívünket, Istenem, törzsd a mi szívünket a te dicséreteddel, törzsd a mi szánkot, a mi ajtunkat, neked való hálaadással. Isten, annyira örülünk a létünknek, örülünk, hogy ma reggel is van reggel, örülünk az évszakok változásának, és átadunk az te ígéretednek, hogy azt ígérted, hogy nem szűnik meg a vetés és az aratás, amíg lesz ég és föld, nem szűnik meg a vetés és az aratás. Te vagy az, aki megerősíted a mi kezünket a harcra, te vagy az, aki megerősíted a kezünket a vetésre és az aratásra. Köszönöm a te mennyasszonyodat, köszönöm, hogy előhívja a te szellemed, és elhívja a te mennyasszonyod, és elhívják a te szentjéd, akik előttünk jártak, Uram, a földre, a te dicséretet és a te dicsőséget, és leszáll a te menjed a földre, és felemelkedjük a föld a mennybe. Köszönöm a te jó tervedet a második éggel. Köszönöm, hogy az egész kozmosz neked hajt térdet, Uram. Köszönöm, hogy a mélység is neked hajt térdet, Uram. Köszönöm Isten beszédeit, amely ezt mondják, hogy minden hatalom néke van ott menjen és földön, és hogy minden térd meghajol, és minden jel megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, a menjen földön, és a föld alatt az Atya Isten dicsőségére. Köszönjük Istenem a te szeretetedet, amelybe bevezetsz minket. Köszönöm a minden értelmet fölhaladó szeretetedet. Köszönjük a hatalmadat, köszönjük a minden hatosságodat, minden tudásodat. Te mindent tudsz rólunk, és te ismered a lefekvésünket, a felkelésünket, és olyannak látsz minket, amilyen mi valójában vagyunk, amilyenek, és mi hozzád fordulunk, és csak neked adunk hálát, és neked adjuk minden dicsőséget, Istenem, és nem félünk a holnaptól, nem félünk a mától, és még hogyha nyomorúságban vagyunk, akkor is dicsérünk téged. Hogyha üdvösségben vagyunk és szabadulásban, akkor is dicsérünk téged. Reggel, amikor felkelünk, dicsérünk téged, Istenem. És valóban elsoroljuk a te üdvösségedet, elsoroljuk a te megváltásodat, annak gyümölcseit, a te elhívásodat, mindazt, ami a miénk, a Golgotai kereszttel, a fiúságot, hogy mehetünk és megváltoztathatjuk a történelmet, megváltoztathatjuk az üdv történet sikét, Uram, betölthetjük Isten törvényét, itt válnak a kapuk, és te bevonulsz ezeket a kapukon, mert visszük a mi dicséreteinket te hozzád, a soha meg nem szűnő dicséreteket, amelyek megnyitják a mennyet, és megnyitják az egyet erejét, és kapuk nyílnak a földön, az egész föld felszínén, és mindenütt megszűn Isten fiai dicsőségbe, mert az egész teremtett világ soha mondja, vár minket, vár Isten fiának a megjelenését, a dicséret palástján, a dicséret hajóján, a dicséretnek a harci szekerein, a dicséret tüzes szekerein, amin élő is jár, vagy amin élők járt, Isten, ott a dicsőséget és dicséretet tölti be a földre, és a mi szívünket, Isten, felajánljuk a mi tagjainkat, Istenek kedves élő szent áldozatot, felajánljuk a dicséret áldozatát naponta, tégy minket élővé naponta a mi dicséreteinkkel, Istenem, töltse be a mi dicséretünk, és a te a mennyet, Istenem, kapcsolj össze a mennyet és a földet, a mi dicsőítésünk és a mi dicséretünk, a dicséretek áldozata te véred által,
Így ajánljuk fel a te véredet, örökké a Isten, a dicséret és a dicsőség megszületésért a Földet, mert megvan írva, hogy nagy az én nevem a nemzetek között, mert napköltétől napnyugtáig tiszta szent étrááldozatot visznek az Úrnak. A te tested és véredet ajánljuk fel a te dicsőségedért, hogy jöjjön a te dicsőséged, hogy írjanak ezek a mennyei portálok a mi szívünkbe, hogy ébredjünk fel az Isten dicséretére és dicsőségére, mert minden hatalom néked adott, és ezt a hatalmat és ezt a dicsőséget nekünk adtak, hogy a dicséret és a dicsőség szárnyán lehozzuk a Földbe a te életedet, amelyre annyira vágysz kezdettől fogva. Dicsér téged az ég, és dicsér a Föld, dicsérnek Isten angyalai, dicsérnek a kerubok, a szeráfok, dicsér a Föld, minden teremtmény, dicsérnek a fák, dicsérnek a hegyek, a vizek, minden, ami azok vannak, téged dicsér örökké, Isten, és mi is dicsérünk téged, jöjjön a te királyságod, jöjjön a te dicsőséged, és szabad Isten minden népet és nemzetet, a hiábalóságról, romlandóságról, mint hogy ezt meg is tetted, láttassék te a te dicsőséged rajtunk, Istenem, és ezen a Földön kapcsolni össze ég és Föld, halleluja, dicsérünk téged, minden élet dicséri a fogatának. Thank you.
szívemből szól, úgy énekel, fogja varni, és nem megfordozza ezeket a vitorlákat, hanem új vitorlákat fog varni.
szele, nem az emberek keze fogja összetépni ezeket, hanem az Istennek a szele fog vinni benneteket, ahova ő akar. Mert aki lélektől született, az olyan, mint amit a szél fúj ide meg oda, az emberek nem tudják, hogy hová megy, és honnan jön, és merre tart, és ti is ilyenek vagytok. Ilyenekkel kell, hogy legyetek. És kell, hogy egészséges szelet legyenek a ti torláitokban. És Isten azt akarja, hogy helyreálljanak a ti életeitek. És el kell, hogy nektek mondjam, hogy Isten szeret benneteket úgy, ahogy vagytok. És ez nem egy közhely, amit emberek mondanak, hanem az Isten kijelentése, ami benne van az ő igényében. És ő azért jött, hogy a betegeket meggyógyítsa, hogy a rabok láncát leverje, és egészségesen tegye azokat, akik az emberek az ördögön keresztül tönkretettek. És Isten egészséges népet akar látni. És azt akarja, hogy a kisebbségnek, az egészséges népnek a tagjai legyetek egyen-egyenként. És azt mondja az ő igéje, hogy amit a legjobban megvetnek az emberek, az a leghasznosabb tag. És én ebben hiszek, hogy Isten hasznos tagokká akar titeket építeni. És én bízom abban, hogy ez a mai alkalom ilyen lesz. Tudjátok, nem azért jöttem ide, mert kedvem volt. Inkább pihentem volna egy elég hosszú hét van utána, hanem azért, hogy az Isten ide küldött, ide vezérelt, és én azt akartam, hogy jöjjek az én testvéreimmel együtt, és szolgáljunk. És én szeretnék felétek szolgálni, bár sokan nem ismertek engem, nem is baj ez. Elég azt ismeritek, aki az én Uram. Aki a ti Uratok is, én hiszem. És ha nyitottak vagytok rá, dicsőítés alatt imádkoznánk értetek. Azért, hogy ezek a sebek beforjanak, meggyógyuljanak a szívetek. Hogy ne hánykódjatok a habokkal, hanem a szél vigyen benneteket oda, ahova ő akar. Mert a szélnek, gazdájának, a mennyei Istennek, a názareti Jézus Krisztusnak jó terve van veletek. Ezért épüljetek fel lelki házzá, és mint élőkövek, épüljetek be az ő templomába. Erre van lehetőség. Nem kell félni attól, hogy majd más kövek azt mondják, hogy nem itt van a helyed, és kilöknek onnan, mert olyan súlyt ad az Isten a ti életeteknek, hogy kilöketetek lesznek az Isten templomából. Ez az Úr terve. Sokáig a gyülekezetekben összetörték és bántották azokat, akiket nem értettek. De az Isten most ezeket hívja, mert nem jönnek azok, akik meghívottak, hanem azok jönnek, akik csonkák és bonkák. Ezt látjuk az igében. És mi Krisztus nélkül, tudjátok, mik vagyunk? Kezetlen, lábatlan, agyatlan személyek. De Krisztussal együtt, Krisztussal betöltekezve, az ő teljességét megélve, csodaképes emberek leszünk, akik viszik az emberek közé a názareti Jézus Krisztusnak a valóságát. És én hiszem, hogy azok az idők jönnek, amikor majd az árnyékunktól meggyógyulnak az emberek. Mert tudjátok, meg van írva, hogy ahol megsokasodik a bűn, a gonoszság és a hamisság, ott a kegyelem is megsokasodik. És tudjátok, mit látok mostanság? Hogy nagyon sok helyen, nem a világban, a gyülekezetekben megsokasodott a gonoszság. És az Isten összehívja újra a sérülteket. Összehívja azokat, akiknek a világnak a bolondjai. És azt mondja, hogy legyetek az én nagyköveteim. És vigyétek az én erőmet, az én kegyelmemet, az én gyógyító üzenetemet a gyülekezetek közé. Hogy meglássák az emberek azt, hogy amit ők szemétnek, kárnak és kevésnek tartottak, azt az Isten a kezébe veszi, csodává válik. Ez az Isten terve, hogy te légy az ő személyes csodája. Ezért fogunk imádkozni. Mert Isten egészségeseket akar. Nem akarja azt, hogy akik az útfélre elveredjenek, ott is maradjanak. Hanem föl akarja őket építeni. És ez a jövő gyülekezete. Ez az Istennek a jó terve. Gondot viselni az övéiről. Gondot viselni ti rólatok. És hogy mondja azt, hogy gondot viselni te rólad. Ez az Istennek a jó terve.
Sokan nem értik ezt, én sem. Csak csinálom, amit rám bízott az Úr. Te is tedd azt. Tedd oda a te tégládat az Isten templomába. Tedd oda magadat az Isten templomába. És legyél szerves része az Isten templomának. Egy megkerülhetetlen oszlop, egy rész, amit nem lehet kihagyni, mert az Isten nem akar téged kihagyni. Lehet, hogy emberek azt mondták, hogy nincs rá szükség, és ki akarnak hagyni téged, de nem lehet. Lehetetlen, mert amit az Úr eltervezett, az úgy lesz. Nincs erő, és nincs hatalom, ami ellenállt ennek. Hiszitek ezt? Akkor ezzel a gondolattal, ezzel a jó reménységgel menjünk ma tovább. Bízzatok az Úrban, mert ő is bízik bennetek. Úr Jézus Krisztus a királyok királya,
És Atyám, hogy az igény mondja, vegyétek fel a kereszteteket, kövessetek engemet, és legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok. Uram, mi téged akarunk követni, átváltozni a te képedre, hogy az igény írja, Uram Istenem. Kérlek, drága jóságos mennyei Atyám, te adj ehhez nekünk hitet, Uram. Előtt szent szellemi kitartást, Uram, a szent szellemnek a tüzével, Uram, a koronának minden átkát megtagadjuk, Jézus hatalmas nevével, kardjával, minden szellemi átkot levágunk róla, Uram. És kérünk téged, Atyám, Jézus hatalmas nevével, Uram, a te tüzes angyalaidat árasztod rá a parlamentre, a bennévő politikusokra, Uram Istenem, a te tisztító angyalaid járják át az egész parlamentet, Uram, hogy Isten például emberek vezessék ezt a magyar nemzetet, Uram. És tudjuk, Atyám, hogy ez így lesz, mert te megírtad a te szentírásodban, Uram, hogy Isten emberei fogják vezetni. És ebben benne van Magyarország is. Uram, mi is benne vagyunk, mert befogadtunk a szívedbe, szívünkbe, Uram Istenem. És köszönjük, Atyám, hogy te nem ember vagy, hogy aludjál, Uram, és te meghallgatod a imánkat, Uram, és erre egy akaratta egy szellemben. Azt mondjuk, hogy Amen. Halleluja, drága mennyi édesatyám, a te példa Jézus nevében eléd állunk a mai napon is, ezen a mai estén is, Uram. Köszönjük, hogy itt van a te drága szent szellemed, kedves szent szellem, köszöntünk téged ezen a helyen, és kérünk téged, hogy járt szívtől szívig, töltsd be a szükségeket, Uram, szabadítsd a foglyokat, Istenem, imádkozok azokért, akik különböző függőségekben vannak, alkohol, drog függőségekből, szabadítsd meg a drága testvéreimet, Uram. Köszönjük neked ezt, Istenem, hogy ezt te mind leromboltad a Golgotai kereszten, és nem kellenek a függőségek, Uram, hanem a te drága szent szellemed van, mert megvan írva, hogy ne boltó rétegedjetek meg, hanem teljesítjetek be szent szellemmel. És Uram, mi inni akarunk ma is, bátran akarunk meríteni a szabadító kútbejéből. Kérünk, drága Jézus, jöjj, légy jelen, és Uram, meg akarjuk ismerni a te szívedet, még jobban, meg akarunk, Atyám, még jobban ismerni téged, és ott szeretnénk lenni, ahol te vagy, Uram. Nem kell nekünk a világ, nem kell nekünk a világnak a kihívása, hanem nekünk a menny királysága kell.